Szervusz, kedves testvérünk, barátunk, szimpatizásunk. Nagy örömhírünk van, azért tesszük fel ugye a YouTube csatornára. A magyar népek lelki gyakorlatunkat, ennek az ős misztériumát, titkát, minden magyar embernek, ha lehet úgymond, a szentírását kívánjuk odaadni. 3 évvel dolgoztam ezen, hogy a legősibb múltunkig visszamenjek, és mindenre magyarázatot választ adjak, ami ki is elégíti a lelket. Nem olyat, ami talán nem olyat, ami biztos, hogy ül, biztos, hogy fogod érteni, hogy igaz és valós. Minden magyari embernek, nem csak magyarnak, minden magyari típusú fajta embernek, népnek választodunk arra, hogy mi értelme van, hogy itt van a Földön, mi értelme van, hogy ez a 10 millió ember még megőrizte ezt a csodálatos nyelvet, mi értelme van, hogy mi mindig a Kárpát-medencében van egyik nagyon erős lábunk, és ugye mindenre választ fogunk neked adni, hogy hogy jártuk be a világot, és választadunk is olyan fogható, tudható, ma is alkalmazható áldást, titkot, működő rendszereket fogunk veletek megosztani, ami a mai vészteles napokban is elsősorban megoldás maga erre az életre. Tehát a magyar népek lelki gyakorlatot május 1-én fogjuk megtartani. Van rá lehetőségünk budapesti környékén, Budapesttől 15 kilométerre, nagyon jó közlekedéssel, parkolással. Aki szeretne ezen részt venni, és úgy érzi, hogy velünk van a helyen, ezen a csodálatos május 1-én, ahol ezt az őstitkot szét fogjuk szórni, azok jelentkezését várjuk. Azok jelentkezését várjuk, ugye arkadefénye.hu, találsz ezen egy telefonszámot, és azt a telefonszámot lehet hívni, vagy lehet online is jelentkezni erre a lelki gyakorlatra. És ugye ez jövő héten, javasoljuk, hogy legkésőbb csütörtökig tedd meg ezt a jelentkezésedet, mert ugye szombaton fogjuk tartani a lelki gyakorlatot, és akkor precízen, pontosan leírjuk neked, hogy hol, mi a cím, hova kell gyere, és ugye mindenre választ fogunk neked adni. Én arra kérlek, legyünk együtt, régen volt erre lehetőségünk, ha egy módod és lehetőséged van rá, kérlek, gyere el, és ez legyen nekünk nem csak a tudás szétosztása, nem csak egy ős információ szétosztása, hanem valahogy egy közös ünnep. Valahogy felülemelkedés azokon a problémákon, amik most bántották a világot. Kedves testvérem, örvendek, hogy találkoztunk most itt ezen a platformon, és legyen veled béke és szeretet, és üdvözöllek, szia!